Tiszteletem a vállalkozó kedvű érdeklődőnek, azért is, mert ez egy sérült autó, mint ahogy a képekből láthattuk, hogy sérült autót szeretnénk Önöknek kínálni. Ez egy Mazda 3-as 1.6 CDT-e, turbos motor van benne, és 109-10 lóerő körül tud nekünk biztosítani ez az autó. A formája szép, a színe gyönyörű az autónak, viszont az eleje az csúnyán összetörött sajnos. Meg is mutatom Önöknek, légzsákok kidurrantak benne, sajnos, mindjárt mutatjuk a belsejét. Tehát a légzsákok azok sajnos azok itt az elejébe felrobbantak, felszereltsége nagyon kellemes autós barát, minden jó extra van benne, ami autózáshoz kell, és élményszerűen tudjuk élvezni a kínálatát az autónak. És itt van az eleje sajnos, ami erőteljesen itt sérült, és hiányos is szegény az autónak, ezek a darabjai azok az úttesten vannak valahol, illetve már a szemétben kell, hogy tartózkodjanak azóta. Tehát az autó forgatja a motor, de indulni nem indult, sajnos ez nem sikerült, de igazából szerintem még ebbe az állapotba nem nagyon indítsunk szerintem még rá. Egy kis szerelés és hozzáértés szükséges mindenféleképpen az autóhoz, a hozzáértés főképpen. Én más nem is tudok erről az autóról mondani, mindösszesen azt, ami le van odaírva, hogy 2007-es az autó, és 33 ezer kilométer van benne mindösszesen, ami szerintem nagyon pozitív lehet. Jöjjenek el, nézzék meg, vagy nézessék meg a kedvenc szerelőkkel az autót, hát ha sikerül ebből az autóból még egy szép jó autót csinálni, hiszen a többi része az gyönyörű és szép az autónak, és sérülésmentes teljes mértékben, mint ahogy azt itt a képeken mutatom Önöknek. Köszönöm, hogy velem voltak, jönnek el hozzánk, M3 Autópark autókereskedés, Szent Mihály 90 szám, nem lehet eltéveszteni, a vörös faház és kék tetővel vagyunk itt a Szent Mihály útnak a keresztelődésében, az M3-as autópályánál. Köszönöm, hogy velem voltak, a viszontlátásra.